A Budapesti Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal felkérésére a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény részt vett a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzésén. A szakképzésben és a felnőtt képzésben oktatók továbbképzése volt a célja a konferenciának, mely a pályaorientáció és duális képzés sikeres munkavállalásért témaköltölelte fel konferencia, tulajdonképpen a konferencián úgy a vállalkozói réteg, mint az oktatói réteg, tanárok, pedagógusok, általános iskolákból, középiskolákból, gyakorló emberek, és hát, mint mondtuk, mivel, hogy duális képzésről van szó, itt vállalkozók is vannak, illetve olyan projekteket lebonyolító szervezetek, akik a duális képzés már alkalmazták, és eredményeket értek el. A pálya orientációval szeretnék elérni azt, hogy a gyermekek és mindazon felnőttek, akik még tanulnak, olyan szakmát válasszanak, hogy tanulmányaik befejeztével sikeresen el tudjanak helyezkedni, illetve egészséges jövőképet alkossanak maguknak. Mindenjünknek szívügye az, hogy a munkanélkülieken segítsünk, és hát tudjuk, hogy az a fiatal, aki 8. osztály végén rosszul vára szakmát, a sajnos előbb-utóbb nagy valószínűséggel munkanélkül lesz. Ugyanakkor mindazok, akik már munkanélküliek, szintén rá vannak kényszerülve arra, hogy a tudásukat gyarapítsák esetleg egy másik szakmát tanuljanak meg, mert a világ nagyon dinamikusan változik, és állandó kihívások elé vagyunk állítva mindannyian, folyamatosan kell tartani a tanulást. A konferencián magyarországi vendégek tartottak előadást, valamint vajdasági előadók, kutatók is ismertették tapasztalataikat, kutatásuk eredményeit. Sárosi Gabriella előadó éveken keresztül általános iskolában intézményigazgatóként dolgozott, pár hónapja foglalkozik jobban a felnőtt oktatással. A második esély felnőtt oktatási program eredményeit és folytatásának a lehetőségét szeretném elmondani, ecsetelni. És talán felhívni a figyelmet arra is, hogy mekkora ö, fontossága van annak, hogy azok az emberek, akik nem fejezték be az általános iskolát, megértsék és felfogják azt, hogy mekkora szükségük van arra, hogy legyen egy befejezett iskolájuk és legyen egy megfelelő képesítésük, amelyel munkába tudnak állni. Az előadásokon résztvevők egymás tapasztalataiból, kutató munkáiból, prospektusokból tudnak majd a munkahelyükön az elkövetkező időben építkezni.